Ezreket evakuáltak Huzisztánban a nem csillapuló áradások miatt. Az Irán délkeleti részén lévő tartomány 14 falujából telepítették ki az embereket otthonaikból. Az iráni kormány szerint a víz és a sár az ország teljes úthálózatának több mint harmadát, 12 ezer kilométer közutat tett járhatatlanná. Az áradások mintegy 400 ezer ember biztonságát veszélyeztetik, nem kockáztathatunk, Isten segítségével biztosítanunk kell, hogy ne történhessék súlyos baleset, indokolta a kitelepítéseket televíziós interjúban az iráni belügyminiszter. A heves esőzések több mint két hete tartanak Iránban, az áradásoknak már 70-nél is több halálos áldozata van. Az iráni katasztrófavédelem adatai szerint eddig közel 800-an sérültek meg, közülük 45 ember továbbra is kórházi ápolásra szorul.